Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Hamis 9-es nézőt, sziasztok! Hát megint robbant az átigazolási bomba, legalábbis felvételünk időpontjában még éppenséggel nincs hivatalos bejelentés, de szinte biztos, és lehet mire ez a videó kimegy már hivatalos lesz, A Kerkez Milos is a Premier League-ben folytatja pályafutását, és gyakorlatilag ebben a szezonban, hogyha még Bola Bendegúz is marad a hozban, három magyar Premier League játékosunk is lesz. A mai adás témája azonban egyértelműen Kerkez Milos klubváltása lesz, aki a Bormos együttesében folytatja majd ettől a szezontól kezdve. Úgyhogy itt beszélgető társaimtól rögtön meg is kérdezném, hogy ti hogyan fogadtátok ezt az átigazolást, voltak azért kerkeznek további kérői is, lehet, hogy nem olyan magas bajnokságban, mint az angol, de éppenséggel mondjuk nem tetkezi kupa induló, bajnokok ligája induló csapatoktól. Engedelmetekkel akkor kezdeném én, aztán szerintem itt úgyis átmegy egy ilyen interaktív adok kapokba, legalábbis ezen téma kapcsán azt gondolom, hogy ez természetes. Vegyesen, tehát napok óta ment itt mindenféle internetes fórumokon, akár a mi Discord csatornánkon, ez már régebb óta. Sokan ugye bár már egy hónappal ezelőtt a Benfikát belengedték, azt gondolom, hogy köztük én is kicsit bele is éltem magam. A Benfica az egy picit ilyen magyar szempontból, Fehér Miklós tragikus eseményei kapcsán is, így azt gondolom, hogy a magyar szorkolók szívébe elég magas polcon van, de értelemszerűen nem akarok mindenki nevébe beszélni. Sokan szerettük volna itt látni a Milost, és el is hittük azt, hogy ez így lesz. Egy stabil, ha nem is topligás, de egy stabil nemzetközi kupa részevő, egy bajnok csapat, egy portugál bajnok csapat, BR részevőként, hanem sokan szerettük volna látni, hogy ott jelen van, és, és meghatározó játékosa lesz. Ennek ellenére én is sokat agyaltam ezen, de nem tudom a Bournemouth-ot per pillanat csalódásként megélni. Leginkább azért, ugye bár itt a benfica ahogy említettem, már kilépett ebből a harcból, vagy ebből a, ebből a kis transfer történésekből, és a Láció lépett be, és majd itt, itt igazából Viktor, meg Balázs, aki úgy, úgy jobban úszkál a szériá vizében, én azért kevésbé, de én a bormusz mellett inkább azt látom, mint pozitívum, hogy talán első lépcsőfokként ez egy, ez egy megfelelő lépés, tehát itt egy top bajnokság, egy, egy holland bajnoksághoz képest egy top bajnokság, vagy a top bajnokság az egy, az egy első lépcsőfokként igen, az, az egy előrelépés lesz, abszolút. A nemzetközi kupa szereplés az hiányozni fog, hiszen azért a Bormusz, valljuk be tavalyi évben is, is éppen, hogy bent maradt a Premier League-ben, valószínűleg az idei évvel is nem biztos, hogy hasonlóan magas lécet fog tudni megütni, bár azért én, én, a spanyol focit követve bennem nagyon nagy kérdőjeleket ír le pozitív értelembe Iráulának az érkezése, aki egy teljesen homlok egyenes más focit szeretne megvalósítani, mint amit a Bormus, vagy akár Eddie Howe, vagy akár Gary Próbált, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kerkezeben mennyire fog feküdni. Ha tényleg az a magas pressing, az a letámadás, amit az Iraola szeretne megvalósítani, és nézegettem is edzés edzésvideóit az Iraolának, 5-6 passz után letámadott a csapata az edzései során, és azt gondolom, hogy ez kerkeznek baromira feküdni fog. Úgyhogy ilyen szempontból örülök abból a szempontból plán örülök, hogy a világ legjobb bajnokságába került, egy szobaszlai Dominik mellett, és hát reméljük, hogy Bolla Bendegúz is hasonlóan megkapja a lehetőséget a volt csapatánál, ennek örülök. Picit fáj a szívem, hogy, hogy, nem lesz nemzetközi kupa szereplése az ősszel, ami a Lációnál megadatott volna, de én inkább azt mondom, hogy félig tele van ez a bizonyos poár. Kíváncsian várom a ti véleményeteket. Viktor? Nekem is pozitív véleményem van abszolút erről az átigazolásról. Igazából a Benfica azt tényleg azt mondom, hogy nem lett volna rossz, mert onnan azért van ugrálási lehetőség. Én szerintem most a kerkez ott tart, hogy nem feltétlenül lett volna neki probléma egy láció szintjét megugrani, tehát akár még illeszkedhetett is volna, viszont mivel 19 éves játékosról van szó, ezért úgy gondolom, hogy gondolni kéne a következő lépcsőfokra, és ezt tehát azért ilyen Milinkovics Szavicstól kezdve elég sok példát lehetne mondani, hogy sokaknál megakadt a lációnál a sztori. Tehát uh, ilyen szempontból én nem feltétlenül örültem volna, hogyha pont a Láción elköt ki. Viszont ugye a Premier league elkezdődött ez, és persze a másnak is igaza van, hogy a Brexit óta azért mondjuk nem, mm, nem britként, azért nem olyan könnyű a dolog. Viszont Na, azért bocsánat, késő... azt mondjuk nem tudom, hogy tudjátok -e, de azóta törölték ezt a csempós szabályt is, ami Ádám, Ádám Martin az volt. Ja. Tehát lehet, hogy azért vissza fog itt állni az élet a régi megszokásba, de ez csak egy feltételezés. Hát és lábjegyzett, hogy ugye a Luton végül fel is jutott. Na, mint egy, ahová mehetett volna Adam Martin. Ryan my likes this. Raimahé Laxlis, igen, mm -hmm. és tehát a Premier league be viszont én látom azt a lépcsőfokot, tehát akár ugye sokan most féltik, hogy hát oda ment, egy. tehát ugye a látszónál kockázat az, hogy bajnokok ligájában nem biztos, hogy minden évben indulnak, most oké, okay, most összejött, de azért egy Európa Liga, vagy esetleg egy konferencia liga miatt még ott lenni ilyen 20-21 évesen, az már nem biztos, hogy olyan jó dolog. Viszont ugye a Bournemouth esetén pedig féltik az emberek attól a Kerkeszt, hogy esetleg kiesik a Bournemouth-ot, stb. Hát azért láttam jó pár játékost, aki, aki ha ki tudott emelkedni egy ilyen csapatból, hát nagyon ritkán kötött ki a Championship-be. Ha pedig nem tud kiemelkedni, akkor nem is biztos, hogy van miről beszélgetni. Úgyhogy emiatt én abszolút örülök ennek az átigazolásnak másik pedig, ez, ez, már tényleg csak pusztán matek, hogy a Láció ugye mivel csoportkörbe kezd, és még selejtező sincsen, ezért összesen ez a BL szereplés, hát hat meccs biztos, viszont jó, mondjuk tegyük föl tovább jutnak a csoportból, azért meg a, a döntőből már egy Láció már nem olyan biztos, tehát lehet, hogy csak 8 meccs cserébe egy szériá szintjén kell uh, 38 meccset lenyomni, ami még a felső ház esetén nem biztos, hogy olyan brutális a különbség, viszont az alsó csapatok terén biztosan a Premier League kenterbe ver bárkit. Akármennyire is nem vagyok nagy kedvelője az angol focinak, azért be kell valami, hogy 38 meccs a Premier League-ben, az szerintem simán olyan, mint végignyomni egy, hát akár egy ilyen Európa Ligát, tehát, hogy, hogy van annyi éles meccs, úgyhogy szerintem most abszolút jó helyre igazolt, és ha onnan ki tud emelkedni, akkor csak így tovább. Akár szomoszlai mellé is mehet. Csak két gyors kérdés a szériás szerkesztőtársaktól, hogy én a jól emlékszek, azért ez a láció, ez, az, az azért közel se egy ilyen nagyon letámadós, egy ilyen, inkább egy ilyen biztonsági játékot játszó csapat. Nekem legalábbis úgy remélem, de javítsatok ki a tévedek. Hát Szári egy ilyen totális futballt szeret játszatni, nagyon szeretnek támadni, nem tudom, úgy annyira nekem sem ez a Full, full, nagy pressing. Én egyébként biztos voltam benne, hogy a látszó nem fog értek fizetni ennyi pénzt. Egyszerűen túl sóher az elnökük, lotító. Amúgy sem nagyon szeretnek sok pénzért igazogatni. Amikor meg megteszik, akkor meg rendre befürödnek vele. Ugye Vedat Murics like this. Úgyhogy legutóbb, amikor sok pénzt fizettek valakiért, azzal is nagyon csúnyán befürödtek. Úgyhogy az olasz bajnokságban könnyű egyébként elkalódni, Itt ezt mondtam itt nektek a Felvétel előtt is, hogy én azért féltettem volna attól, hogyha mondjuk a Lációba egy pici hullámvölgybe kerül, mondjuk egy-két-három hétre, akkor ott hajlamosak lettek volna őt parkolópályára tenni, és ha mondjuk találnak egy olyan játékost, aki jobb formában van, akkor ő utána hónapokig kirobbantatatlan lesz. Tehát ilyen szempontból picit én rizikósabbnak éreztem volna a Lációt, hiába egy magasabban jegyzett csapat, hiába b így összevet a Bournemusszal, én is inkább azt mondom, hogy a Premier League mindenképpen egy, egy jobb opció, még úgy is tényleg, hogy benne van ez valós veszélyként, amit mondhatok, hogy kieshet a csapata, de, de innen, innen, inkább látom én is az előrelépés lehetőségét, mint a, a lációkból lett volna. Szerintem is egyébként jobb döntés a Bornausba igazolni, mint akár a Lációba vagy a Benficába, hiszen így a Borma, Bormaus, azt sokáig nem is emlegették vele kapcsolatban, tehát csak a Lációt, meg a Benficát, ezt már hetek óta vagy egy hónapja olvashattuk, de hogyha ennyire akarták, annyira le akarták volna igazolni, szerintem ez már elhangzott, akkor megtették volna hamar, ugye láttuk, hogy Szoboszlai Dominik milyen hamar ment a Liverpoolba, és ez a Bormaus plecska se tartott egy hétnél több ideig, sőt lehet, hogy pár napnál több ideig se, és nem hát, azon is... múlik, hogy egy Premier Club az zsebből kicsengeti ezt a pénzt, míg azért egy, egy olasz, meg egy portugál meg egy portugál az, az azért kapásból annyira nem, de hát itt a Bormausnál ugye, ahogy nézem a keretüket, itt pont ezen a poszton nincsenek meg, tehát távozott vinya, akkor a, ugye kölcsönben volt, akkor uh, Zamura is távozott, akik itt a bal hátvéd pozícióba játszottak, illetve még a bal oldalról Stanislasszal is uh, szerződést bontottak, vagy hát nem folytatja náluk, úgyhogy ezen a poszton egyedül van, és hogyha nem igazolnak neki riválist, akkor itt úgy néz ki, hogy itt első számú lehet, és hogyha ne adj Isten közben jön neki egy sérülés, ne jöjjön neki közben, szurkolok neki, hogy játsza végig ezt a szezont, akkor lenne 30 8 meccse biztos, hogy lehet, hogy annyi nem, de ha 30 plusz bajnoki a biztos, meg attól függ, hogy most itt a Burmaus mennyire engedi el ezeket a Liga kupákat, a FA kupákat, 40 meccse meg lehet egy szezonban tét meccse, olyan magas szinten is. Ezek a Premier League meccsek, akár az mondjuk egy Burmaus Crystal Palace meccsnek is van, úgymond, ha mondhatom azt akkor a színvonal mint mondjuk egy konferencia liga negyed döntőnek, elődöntőnek, tehát lehet, hogy ezzel jobban járt, hogy így a Premier League-be igazolt, meg ott tényleg úgymond szem előtt van, tehát ugye minden szem arra a bajnokságra irányul, és hogyha ott teljesítől, akkor a határa a csillagos ég, akár. Neked lenne egy kérdésed? Én itt, itt persze agyal az ember, hogy azért a láció nemzetközi meg úgy alapból a megítélése kicsit magasabb polcra helyezi őket, mint egy Börn aki azért kis jó indulattal azért egy liftező csapat, bár azért az utóbbi években egész stabil teljesítménnyel, azért javarészt inkább Premier League szereplőként valhatja magát. Nekem ez, ez, ugrott be rögtön, amikor Olaszország felmerül, és szerintem azt a stereotípiát elfelejtetjük, hogy egy magyar játékos számára e, Olaszország egy játékos temető, bár inkább az jutott eszembe, hogy azért e, Lotito elnök, vagy éppensége De Laurentiis, a Napoliná, mindig ez volt, hogyha talált egy ilyen gyöngyszemet, akkor úgy beárazta, hogy a Milinkovic szavics és ha jól emlékszem, 150 millióként vázolta fel a kivásárlási árat, De Laurentiis az Oszimennél szintén, és, és simán el tudom képzelni, hogy egy kerkez esetén így belőnek egy ilyen átigazolási árat, és teszem fel ezt, nektek ezt a kérdést, hogy, hogy ez lehetséges, hogy szintén így beárazzák, kerkezd, és akkor esetleg ne, hogy az legyen a vége, mint amit Milinkovics Szavicsnál látunk, hogy jó, jó, senki sem fizeti ki ezt a rohadt nagy összeget, aztán ereje meg a legjobb éveiben fogja magát, és eligazol a közel-keletre. De jogos, abszolút ez a félelmem. Ha nem is a közel-keletemben, azért elkezd még nagyon fiatal, és tehát most négy-öt év múlva még mindig kurva jó korban lenne, de tényleg ez valós veszély lenne, hogy inkább hagyná kifutni a szerződését, és akkor nem biztos, hogy már olyan lehetőségei lennének, mintha mondjuk egy top formában lévő szezonja után sokan vinnék, és akkor meg tényleg megkérik az árát ezért is mondtam azt, hogy a, a lációból nehezebben tudtam volna egy ilyen szintlépést elképzelni, viszont a Benfica lett volna ebből a szempontból egyébként szerintem a legjobb. Hát ugye a három közül én, én még mindig azt mondom, hogy a Benfica lett volna a legjobb, de nyilván ott hallottuk a, a híreket, hogy ők, ők, kiszálltak ebből a bizniszből, mert sokalták a, az összeget, amit kért érte az ák már, meg ugye már ők időközben igazoltak a posztjára, úgyhogy így viszont, hogy maradt ez a két opció, így nekem a Premier League egyértelműen jobb opciónak tűnik. Szerintetek az mennyire játszott közre, hogy azért valljuk be, nem kevés szerb vér is csörgedezik Milosban. Tehát, hogy az ő megítélése, hogyha tényleg szintiszta magyar, most bocsánat, hogy nem kerkesz, hanem kovács, akkor ilyen szempontból a magyar útlevél az osztó tényező lett volna, a szerb megszorzó. Nem, szerintem az, hogy 19 évesen ennyi meccse van valakinek a holland egybe, és ballábas, és hiányposzt. Meg hogy ilyen Ez, ez, ez magyarnak is. is, magyarnak is az lett volna. Lehet, hogy nem lett volna szóval 15 meg a 15 és fél, csak kierezzék. 12. Lehet, hogyha a Kovács Miklós, akkor lehet, hogy nem éppen <laughs> így árazták volna be, de hát ki tudja. <laughs> Viszont én akkor visszakérdeznék, hogy nem lehet, hogy egyébként a, pont a magyarsága ö, dobta meg a, az érdeklődést iránta, egyrészt a válogatott jó szereplése, ahol most már ő is alapember, meg mondjuk Szoboszlainak a Premier League-be történt igazásra. Azért most látjuk, hogy a Bundesliga-ba is szivárognak a magyar játékosok, egyre több topligásunk lesz, mint hogyha megint bíznának a magyar játékosokban a topkubok. Én megint úgy vettem, válaszolok erre a kérdésre, mint hogy Viktorhoz hasonlóan. Az előző kérdés is valamelyest ez egy költői volt, mert sejtettem, hogy mit fogtok válaszolni, de örülök, hogy megerősítettétek ezt a vélekedést, hogy igazából nekem a teljesítménye meggyőző volt a kerkeznek, hogy szélső védőként is bátran elmegy a tizen, az ellenfél alapvonaláig, és onnan is bátran egy befelé csellel az egy egy játékot be, meghúzza, ami valljuk be nagyon, nagyon kevés olyan játékos van, aki támadásban ennyire dinamikus, fizikálisan is pokoli erős. Néha még, még igaz még az MB2-es időszakból emlékezve rá, mert egy-két mérkőzésére a nagyon nagy MB2-es fanatikusok még emlékezhetnek, és én is azt cseng a fülemben, ami, amit hála az ének levetkőzött, és Sós Imre, az Etónak az akkori akadémia vezetően nyilatkozta, hogy bizony el tudja ragadtatni magát kerkezést, nagyon kemény faltokat és fölösleges szabálytalanságokat el tud követni, de örülök, hogy ezt levetkőzte, örülök, hogy Hollandiából ezt a fajta taktikai fegyelmezettséget megtanították, viszont én azt látom, hogy, hogy nem biztos, hogy feltétlenül erénye neki a védekezés. Tud, mert meg tudja oldani, nagyon ügyesen, de a támadó szkéjei szerintem sokkal-sokkal erősebbek, mint a védekezők. a ezt látom, de értelemszerűen, hogy említettétek, olyan korban van, hogy még ez bőven fejleszthető, de szerintem inkább a támadó potenciája miatt vették meg. De bocs, akkor... Ő is egy olyan játékos, aki szányvédőként jobb egyébként. Mint... És akkor visszatérve még a múltjára, anno ezért vitték oda a Milánba, mert pont Teó utódnak nézték ki, tehát karakter egyik, legjobban, de Teó sok mindent szeret csak védekezni. Hát az azért mondom, hogy karakter egyébként hasonló lett volna a kerkezés. Kölcsön kellett volna adogatni, de hát mindegy, most már ez a múlt. <laughs> hát ez pont a ti sportigazgatótok tudja, hogy milyen szar, amikor a Milánból állandóan kölcsön adogatnak. Most én is bedobnék egy kérdést, ti mennyire várjátok ezeket a Liverpool Bonmus meccseket, ahol majd két magyarnak szurkolhatunk egyáltalán. Milyen jó érzés lesz, hogy nem hogy egy Premier League játékosnak szurkolhatunk, akár magyarként ebben a szezonban, hanem egy komplett Premier League meccsen két magyar játékos különböző csapatba. Azért ez egy visszatérő érzés lesz, vagy lehet új érzés lesz, ki mennyire követi a futballt, vagy milyen, mennyi idő óta követi, de azt hiszem, hogy ez abszolút jó, mert hát a világ egyik legjobb bajnokságáról beszélge, beszélhetünk Premier League esetében. Meggondolom őszintén, hogy most így attól, hogy kettő magyar játékos van, ott lehet, hogy én most egy negatív hangsúlyra kezdem, de most így annyira különös figyelmet, nem fordítanék egy Liverpool Bournemouth meccsel, hogy akkor, ó, oh, akkor most napok óta arra készülök, meg azt várom napok óta, hogy leüljek a tévé elé, és akkor azt megnézem, meg azt csodáljam, de szurkolok mindkettejüknek, de engem annyira nem vonzana ez most, hogy így ott van kettő magyar játékos, mondjuk egy RB Leipzig, Freiburg, vagy egy RB Leipzig, Union Berlin meccset sem néztem meg, mert így magyarok voltak egymás ellen, szóval de megmondom ezt, hogy engem ez annyira nem vonza, de aki vonza, akkor nyugodtan csinálja én, meg igazából nem fogom én őt emiatt szarembernek nevezni, úgyhogy ez mindenkinek a maga döntése, engem nem vonz ez, így csak emiatt leüljek a tévé elé megnézni a meccsüket. Az nem tudom, megvan-e nektek most pont a, ma olvastam egy e, ilyen jellegű e, infót, hogy ki volt az utolsó két magyar, aki Premier League meccsen egymás ellen pályára Ezt akartam Mikor? feltenni. Tudja, hogy Halmosi és Gera na. hál, fulem? És, igen, és igen, igen. Ezt akartam így van. mondani, amúgy pont. 2008, úgyhogy elég rég volt, és most ismét elő fog ez fordulni, nagy valószínűséggel. És azért most kicsit más szemmel nézzük majd, mert azért azért mind a kettő úgy volt húzó embernek megy, és na. És szép jövő előtt álló, igen, mind a két Tehát játékos. Tehát ez egy kicsit más felütése lesz, mint annó a halmos iker a, 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 a rangadónak. Azt szerintem kétségtelen tény, hogy felemelő érzéssel tölt el minden nyunkat, vagy minden magyar labdarúgó szurkolót, ha ilyen szinten látja honfitársait játszani. Bevallom őszintén, egy időben de részben emiatt kezdtem el herta meccseket nézni, aztán kurvára megbántam. Tehát ott azért, szó, azért szórakoztatás, ne, fel, se le, és, és Dárdai Pálnak a hertája az rohadtul nem volt szórakoztató. Kicsit hasonlóan voltam a, idén az Unión nel hogy azért román nem szórakozom magam az ő meccseike, mely nagyon mélyen védekező, nagyon, nagyon eredménycentrikus játékot tolnak, de az eredmény őket igazolja. Freiburgnál azért tudjuk, hogy Sallainak a, a szezonja az igencsak hullámzó volt, és nála is azért felmerült egy lációs történet, úgyhogy még, még lehet, hogy így szintén egy, az a lációs magyar vonal az még tovább él. Kíváncsi leszek, igazából pont azért is szeretném megnézni, vagy fogom ezt augusztus 19-én, tehát cirka egy hónap múlva láthatjuk, hogy mert egyfelől ez egy új alakuló Liverpool, aminek valószínűleg egy meghatározó játékosa lesz Szoboszlai Dominik, egy megfiatalodó, de, de szintén egy nagyon izgalmas, és, és a, a is ugyanúgy egy, egy nagyon izgalmas csapat, ahol egy teljesen más attitűddel, hozzáállással, ambíciókkal rendelkező spanyol edző kerül oda, aki tényleg mind, mindig, egy ilyen lutri, mert, mert egy idegen kultúrában, egy idegen közegben megpróbálsz hogy egy, teljesen nem biztos, hogy testhez álló stílust leoktatni, izgalmas kérdés, hogy mennyire fog sikerülni Iraulának, hát már csak kerkez esetében is reméljük, hogy szerencsés lesz. Én, én azt érzem, hogy még lehet, hogy ez ilyen döcögős meccs lesz, nem biztos, hogy nagyon látványos lesz, vagy ha látványos lesz, az akkor én megkockázhatom, hogy az inkább egy Liverpool kiütés lesz. Tehát egy ilyen... Hiszem, ő hiszem, a meccsen volt 9-0 a Liverpoolnak, nem ja, Igen, és szerintem... De, de visszavágott meg egy óra, megnyert is... a Bormos. Igen, úgyhogy én némiképp ettől tartok, hogyha nem is 9, de, de egy ilyen 4-0. Egyébként mit vártak a Bornmuth szezonjától? Nagyjából hova lövitek be, hol végezhetnek a szezon végén? Mondom, én azért nem... Tudom... Ha, ha azt tudja... 15. hely. Körülbelül. Azt, igen, igen. Tehát tényleg, ha azt tudja hozni Iráola is, amit a rájóval tudott, eh, igazott ott a spanyol fociban ez a fajta magas letámadás, ez ez meglepő volt, ez ez idegenül hatott és eredményes is volt, nem volt egy olyan erős kerete. Angliában viszont ez lehet, hogy nem fog annyira idegenen hatni, hát igen, ilyen, ilyen inkább alsóház, most ilyen 14. hely. Hát én nem tudom, hova várjam. Lehet, kinézhet akár egy ilyen Brighton-os szezon is nekik. ugye ők, az, ha jól emlékszem, kieső helyen is állt sokáig a Bournemouth, és az edzőváltás után jöttek ki ennyire. Úgyhogy lehet, hogy itt az új szezonban új emberekkel továbbra is düb 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 dübörögni fog a szekér, úgyhogy én nem merek semmit mondani tényleg már az ilyen Brighton meg Brentford szezonokat nézve, hogy nem merem már egyik csapatot se lenézni egyébként. Hát, ha egy felsőházat összedobnak, akkor, akkor tényleg saját magát igazolna ez az átigazolás. Igen, itt azért azt is meg kell néznünk, hogy azért Iraola egy, egy 510 mérkőzést játszott le egy Bilbao-ban és ott számos edzője volt köztük biásza. de volt egy nagyon rövid New Yorki kitérője és ahol Patrick Vérával játszott együtt, és tőle tanulta el, tehát egy ilyen nagyon sokrétű edző. Emellett az angol sajtó romádicséri az úriembert, hogy Unai Emeryvel szemben sokkal Szebben, jobban beszéli az angolt, sokkal rugalmasabb, műveltebb, közvetlenebb, kedvesebb, úgyhogy ez is bizonyára majd az ő megítélésén fog javítani. Ugye játékosoknak ilyen rövid idő alatt mennyire tudja átadni ezt a stílust? Én is ezért vagyok kicsit szkeptikus, mert, mert azt gondolná az ember, hogy igen, lesz itt egy újabb nem is Brighton szintű látványos játék, de valami, valami hasonló meglepetés csapat, de valamiért azt hiszem, hogy ez nem lesz ennyire zöggenőmentes, úgyhogy én inkább az alsó régióba helyezném a Bornmouse-t. Mindben, hát ha nincsen több vélemény, akkor szeretném ugye a záró gondolatomat megosztani még veletek a témával kapcsolatban. Hát ugye volt három ajánlata, ugye Benfica, Láció, Bornmus, én megmondom őszintén, én valahogy azért a Lációt szerettem volna kicsit preferálni, de hát mivel az olasz bajnokság eléggé játékos temető a magyar csapatoknak, ezért az ott hátrány. A Benfica szintén BL induló, viszont hát a portugál bajnokság azért nem mondható. A leg, legmagasabban rangsorolt ligák egyikének itt Európában, egy Sporting és egy Porto elleni rangadón kívül nem igazán lett volna e, ilyen nagyobb színvonalú mérkőzés valószínűleg a portugál élvonalban. Hát a Bormusszal pedig ugye elveszik most a nemzetközi kupa szereplés, viszont alapember lehet egy premier csapatban, úgyhogy ez szerintem egy abszolút jó dolog, mert Szoboszlainál beszéltünk arról, hogy megragadhat -e a csapatban, milyen lesz a beépülés, én szerintem kerkeznek azért, hogy egy Bormózban beépülni a jobb az esély, és hát ha megnézzük, hogy az utolsó southampton is a Liverpool meg a Barcelona is most igazolt, ugye Romeo személyben egy középpályást. Hogyha a Premier league a csont utolsójától is vinni akarják a játékosokat, akkor itt még talán attól se kell félteni, hogyha kiesik a Netán a Bournemouth, akkor kerkez egy jó szezon után simán elkerülhet akár egy magasabb csapat, magasabban rangsolt csapatban is. Az, hogy Premier league van, és angol bajnokságban palírozott az abszolút előrelépés a hollandhoz képest, úgyhogy én kívánom neki, hogy, hogy minél jobb karriert fusson be ő is, és idén még jó lesz nézni a Premier League meccseket így, hogy magyar érdekeltségek vannak, és mielőtt még zárnánk az adást, Józsi megosztja velünk Csibu véleményét a transferről. Így van, Csibu most nincsen jelen ebben a ráadás műsorban, viszont neki is van egy kis velős véleménye ezzel kapcsolatban. Szerint a Lációnak sokkal kevésbé kellett a Milos. Ha annyira akarták volna, megkötötték már volna a dílt régen. Én is ugyanezt gondoltam egyébként. Jobban örült volna a Lációnak olyan szempontból, hogy top csapat jelenleg plusz bajnokok ligája, de úgy érzi, hogy a Burmouse volt az, aki itt azt mondta, hogy nem pöcsölünk, ha még elérhető, akkor megszerezzük. Kerkez meg nem vár tovább a Lációra, a Premier League meg sokkal jobban fog neki feküdni, fixen első számú balhátvéd lesz, csak attól félti őket Csibu, hogy nehogy kiessenek. Azért, ha megnézzük, egy egy ilyen korú, egy ilyen kvalitás, egy ilyen tapasztalatú, azért mondom, hogy még mindig én inkább kicsit azt érzem, hogy a magyar útlevel némiképp osztó tényező, mert 15 és transferdíj, transferdi, amit, amit beszélnek a Kerkez esetében, az szerintem nem egy nagy összeg. Egy Premier League szintjén, akár egy Bormusznál, vagy akár bármelyik liftező csapatnál pláne nem tétel. Tehát ez, ez nem egy jelentős összeg egy ilyen korú, ilyen kvalitású játékosnál. Úgyhogy én is osztom Csibu gondolatait, hogy, hogy tényleg egy, egy, de legyen akár a felső plafon 20 millió is, ez, ez nem egy jelentős tétel egy ilyen kvalitású hátvédért, tényleg, ha látció igazán szerette volna, akkor nagy valószínűséggel elviszi, értelemszerűen a részleteit nem tudjuk. Én inkább azt látom, de megint csak a két szériás szerkesztőtársak kérdezem, hogy lehet, hogy a Bormusznál az a jobbak a fizetések, mint egy lációnál. Hát meg bocs, az összes olasz ilyen szempontból idézőjelben, Tehát, hogy ilyen 20 milliókat nem dobálgatnak egyébként se. Főleg, főleg egy láció, igen, tehát de tényleg de egy, egyik csapat sem híres előtt, tehát mindig kétszer meggondolják, hogy kiért fizessenek ennyit. Igen, és azért itt Milinkovic-Szavicsnál is, is néztük, hogy hogy kik a top rendelkező játékosok, és ott is a Milinkovic Szavics, azt hiszem nem akarok hülyeséget, ami 114 ezer eurót keresett hetente, és az Premier League szinten az, az egy ilyen abszolút közép kategória. Úgyhogy így részben megértjük a, a Milos döntését. Rendben, akkor, hogyha nincsen több gondolat, én megköszönöm azt, hogy itt voltatok velem az adásban, és nektek is, kedves nézőink, hogy megtekintettétek ezt a mai részt. Írjátok meg mindenképpen a véleményeteket, hogy ti örültök, vagy esetleg mondjuk valamiért mégsem Kerkezményos a a Bormusz együttesébe, illetve mindenképpen kövessetek minket, és iratkozzatok fel itt a YouTube csatornánkra. Találkozunk jövő héten az élőadásban. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!